A melegek kiforratlanok, önimádók és manipulátorok, egyebek közt ezt állapította meg a Vatikán fő homoszexualitás szakértője, abban a kommentárban, amelyet a melegek pappá szentelését tiltó pápai instrukcióhoz fűzött magyarázatként. A kommentálásra felkért Tony Anatrella francia pap, pszichoanalitikus minden lehetséges rosszat elmondott a melegekről a Vatikán lapjának hasábjain. A szerző a családügyi és az egészségügyi pápai tanácsok tanácsadója. Előre bocsátja, hogy a pápai tilalom nem a közelmúlt eseményeire septében adott válasz, hanem széleskörű vizsgálat és mélyreható elgondolkodás eredménye. Ehhez képest nem tűnnek túlzottan eredetinek és árnyaltnak a kommentár olyan megállapításai, mint hogy a homoszexualitás az egyént és a társadalmat stabilizáló tényező, az emberi szexualitással együtt járó kiforratlanság és éretlenség, ami miatt a melegek nem alkalmasak sem házasságra, sem örökbefogadásra, sem a papi hivatásra. A vatikáni államtitkárság által kifejezetten jóváhagyott szövegből kiderül, hogy a Szentszék semmi jót nem feltételez a melegekről, akik szerinte hajlamosak az önimádat területére tévejedve, önző célokra visszaélni tisztségükkel, lelkipásztori tevékenységük kimerül abban, hogy személyek szűk csoportjával veszik körül magukat a csábítás légkörében, és mindez komoly nehézségeket okoz nekik az emberekkel való normális kapcsolattartásban. A melegek közül némelyek kétes érzelmi magatartást vesznek fel, bírálják a papi élet alapvető feltételeit, és vitatják az egyház által tanított igazságokat. Hát ez az állásfoglalás a Vatikán részéről persze egészen nyugodtan születhetett volna mondjuk a 13., 14., 15. századba, amikor még a Medici pápák nagy erőkkel mérgezték, meggyilkolták le az ellenfeleiket. Egészen nyugodtan születhetett volna a 20. század elején, amikor különböző zsidó üldözésekhez asszisztált, ahol tevékenyen, ahol kevésbé tevékenyen, és természetesen születhetett most a 21. század elején, amikor az a Vatikán, amelyik különben élen jár abban, hogy a melegeket megbélyegezze, és kifejtse arról, hogy mennyire is alkalmatlanok mennyi dologra, és hogy milyen veszélyesek is ők a társadalomra. Na ez a Vatikán ugye most így a 21. század vége felé elég erőteljes energiákat mozgósított jogi és különböző adminisztratív értelemben, hogy például a pedofil papoknak a bűnösségét azt hát elkendőzze, elhazudja, vagy a szőnyeg alá söpörje. Tehát a katolikus egyház álláspontja nem változott. És a szőnyeg alatt megdugott kisgyerekek azért mégis kevésbé fájnak az Alany Szent Egyháznak, mint a szőnyegen megdugott kisgyerekek, nem? De az az érdekes különben, hogy amikor volt Ausztriában egy botrány, amikor egy végzős, nem is tudom, hogy nevezik a papokat, amikor még nem szentelik fel őket. Na mindegy, tehát hogy... Papnövendékekből lesznek, igen, de hát igen. Tehát a papnövendékeknek valami karácsonyi bulijáni... Minisztráns? Nem minisztráns, az más. Na mindegy, a papnövendékek korán nagy botrány volt belőle, mert az egyik osztrák lap lehozta, hogy a papnövendékeknek valami karácsonyi buli volt, ami hát egy elég kemény orgiába torkolott. Tehát, hogy így volt csókolózás, össze-vissza meg táncoltak egymással, és akkor ez a katolikus egyház úgy kommentálta, hogy csak a krisztusi szeretet megnyilvánulása volt, és egész egyszerűen félreértelmezi a széles közvélemény azokat az enyén pornográf tartalmú képeket, amik nyilvánosságra kerültek. Érdekes egyébként, hogy a római katolikus egyház berkein belül zajló homoszexualitás, vagy hát ilyen nyers szexualitás más esetekben mindig valahogy bocsánatosabb. Nem tudom, hogy ezt megfigyelted-e. Mindig ott olyankor az egyház nem olyan szigorú, nem olyan kemény. Most jó, de azért ezt utasítsuk vissza. Kemény, igen, de csak kemény, de altestileg kemény. Ha valakit pedofilián kapnak, azt nagyon sok esetben legalábbis áthelyezik egy másik körzetbe. Igen, ahol köztudottan nincsenek gyerekek, hiszen ilyen körzetek vannak. De különben tényleg ezt az egész pedofilia dolgot, ezt így nem hozná fel az ember, hogyha egész egyszerűen nem nyílna ki a bicska a zsebében. Hát az ilyen dumáktól, hogy a melegek kiforratlanok, önimádók és manipulátorok, egyebek közt ezt állapította meg a Vatikán fő homoszexualitás szakértője abban a kommentárban, amelyet a melegek pappá szentelését tiltó pápai instrukcióhoz fűzött magyarázatként. Na várjunk csak, túl azon, hogy ez milyen sötét, kirekesztő, általánosító baromság. Hogy mondhat ilyet valaki egyáltalán egyetlen kultúrember addig, amíg nem találkozott és beszélt az összes meleggel? De nem? Tehát, hogy lehet így általánosítani addig, amíg nem ismered az összeset személyesen? Hogy állíthatod, hogy a melegek azok mind
biztos, hogy önimádók, kiforratlanok és manipulátorok. Hogy mondhatod ezt? Hogy lehet valaki ilyen primitív, ilyen sötét bunkó? De most komolyan erre vagyok kíváncsi. 0630303881 az SMS számunk, amin írhattok a meleg témában. 22-34-88-1 a telefonszámunk, hívjatok minket, az SMS-eket én olvasom be. Szóval arra vagyok kíváncsi, de most egész komolyan, hogy egy homoszexualitás szakértő a Vatikánban, az hogyan lesz homoszexualitás szakértő? Lehetséges, hogy eljár ilyen római buzibárokba, és ott feljegyzéseket készít, vagy videófilmeket készít, és akkor ezeket elemzi a Vatikánban, vagy hogyan? Tehát arra vagyok kíváncsi, de ez most egészen komolyan, hogy mitől homoszexualitás szakértő, hogyan válik szakértővé? Csak nem megy bele néhány homoerotikus kalandba, hogy megtapasztalja, hogy milyen ez, mert akkor mondhatja, hogy ő szakértő. Ő megélte, ő végignézte, végigregisztrálta, talán egy naplóban végig is követte azt a folyamatot, hogy hogyan válik homoszexuálissá, és érzi magának, hogy egyre kiforratlanabb, egyre önimádóbb, és egyre manipulátorabb lesz, és ezt lejegyezte, és erre hivatkozva állítja ezt. Ha viszont ez nem vele történt meg, hogyan általánosíthat? Van egy telefonunk. Halló, halló! Halló! Tisztelet, jó napot kívánok, vagy jó estét most már egész pontosan. Jó estét, én Imre vagyok, és hozzászólnék ehhez a homoszexuális témához. Megtudtuk egyébként, bocsásson meg Imre, hogy a pap, akit még nem szenteltek fel, az a diakónus. Köszönjük szépen az SMS-t. Na, szóval az volt a inkább egy kérdésem volna ezzel kapcsolatban, amit még nekem senki se tudott Isten igazándiból megmagyarázni, most attól függetlenül, hogy nekem mi a véleményem, az egyéni véleményem a homoszexualitásról. Lehet ez negatív is, pozitív is, teljesen mindegy, a kérdés ettől függetlenül valós a részemről, hogy mit jelent az a magyar szóhasználatban, amikor mi a homoszexualitást melegségnek mondjuk. Ez nekem valahogy egyszerűen én ezt nem tudom megérteni, hogy mit jelent az, hogy egy homoszexuális az meleg. Én meg egy valamit nem értek. Hogy mit jelent az, hogy önnek jó véleménye van a homoszexualitásról, vagy rossz? Én ezt nem értem. Hogy ezt hogy érti? Úgy, ezt magyarázza el, legyen szíves, hogy ön eldönti, hogy önnek jó vagy rossz véleménye van a homoszexualitásról. Isten igazándiból ez szerintem teljesen egyére szabott dolog, hogy kinek mi a véleménye. Igen? Róla. Például, hogyan? Milyen alapon? Erre vagyok kíváncsi. Tehát hát, szeretném megkérdezni például hogy én nekem egyénre szabott az, hogy nekem mi a véleményem arról, hogy bizonyos emberek eperfagyit esznek? Mások meg vaníliát? Hát akár ennyire is leegyszerűsíthetjük a dolgot. Leegyszerűsíthetjük, csak van-e értelme ez a kérdés? Nem. Nekem rossz véleményem van arról, hogy bizonyos emberek pisztáciafagylaltot esznek. Igen, nem biztos. Miért van rossz véleményem róla? Mert én nem szeretem a pisztáciafagylaltot? Tehát ez jó alap arra, hogy nekem rossz véleményem legyen valakiről, aki pisztáciafagylaltot eszik, hogy én nem eszem szívesen azt. Na én éppen ezért mondom azt, hogy abban most ne menjünk bele, hogy nekem mi a véleményem róla. De hogy ez a szó, hogy meleg, ez szerintem kifejezetten arra vonatkozik, hogy ők egy, hogy mondjam, létezik egy ilyen, hogy szinesztézia. Vagy amikor a különböző érzékterületek, azok így áthallásosan összekeverednek egy fogalomalkotásban. És azt az érzetet, amikor a két férfi test jó szőrösen egymáson csúszik, azt hívják úgy, hogy meleg. Ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. Nem tudom én se, hogy miért van ez így. Lehetséges, hogy a dolognak megvan az etimológiája, én nem vagyok tisztában ezzel, de egy valami biztos, hogy nem ez a lényeges kérdés. Na pontosan ezért mondtam azt, hogy én egy kicsit mást szeretnék kérdezni, mint ami most az egyházzal kapcsolatos homoszexualitás elfogadás, vagy nem elfogadás. Elfogadása, vagy nem elfogadása? Na én ezt nem értem. Önmagában a kérdést, ahogy felvetődik, nem értem. Mi az, hogy elfogadása, vagy el nem fogadása? Tehát hogy merül fel ez a kérdés így, hogy valaki azt elfogadja, vagy nem? Én arra vagyok kíváncsi, hogy lehet az, hogy merülhet az fel, hogy valaki elfogadja, vagy nem fogadja el azt, hogy én pisztáciafagylaltot eszem. Vagy eperfagylaltot. Tehát hogy jön ahhoz valaki, hogy elfogadja azt, hogy én a magam részéről nem tudom én milyen cipőt hordok, puma cipőt hordok, vagy tisza cipőt hordok. Erre vagyok kíváncsi. Na most erre szerintem több ezer évig még kíváncsiak leszünk, amíg az ember ez a természetéből így fog következni. Mi?
az, hogy vannak ilyen jellegű kérdéseink és ilyen jellegű problémáink egymással, mint ember az embernek, hogy nekem az nem tetszik, hogy te fekete vagy, az nem tetszik, hogy te fehér vagy, neked szőke hajad, rövid hajad, hosszú hajad, van rajta csapka, nincs rajta csapka. Ilyen... Na jó, de abban megállapodhatunk, hogy ez mindegyfajta hihetetlenül primitív felvetés. Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. Tehát az emberi primitívséggel kell együtt élnünk, valahol a lényegében most ezzel a mondattal kijött az, hogy az egésznek az értelméről egyetértünk a problémának. Nekem kimondottan csak ez a meleg dolog, amikor valahogy én úgy érzem, hogy a magyar nyelvben a meleg az egy olyan szép szó, véleményem szerint, és egész mást jelent, mint valami ronda dolgot jelent? Valami ronda dolgot jelent? Ott, hogyha a homoszexualitás kapcsán használjuk? Nem, és valami szépet, hogyha más kapcsán használjuk? De a meleg az nem mindig jó. Tehát én például van, hogy kihagyom a sörömet a napon, és megmelegszik. És a meleg sör az nem jó. Ezt mondom, tehát a meleg az nem feltétlenül jelent jót. Nem feltétlenül jelent rosszat, de biztos, hogy nem jelent heteroszexualitást. Pontosan. Köszönjük szépen. Mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy van még hírünk, ilyen típusú, mi van? Mit futkározol? Van itt a stúdióban valami, ami meleg, és neked kéne. Mi? Örülnél neki. Mi? Meglepetés. Jó, akkor jöjjön a hír, addig kapjam meg. Pedofília vágyával őrizetbe vettek Mexikóban egy római katolikus papot, aki 7 éve állítólag megerőszakolt egy 9 éves kisfiút. Rafael Pérez Sánchez azzal vádolják, hogy 1999 karácsonyán erőszakolta meg az akkor 9 éves kisfiút. A gyerek 2003-ig még szüleinek sem merte elmondani a történteket, mert azok a pappal barátságban voltak. Ekkor azonban a szülők a fiú által mondottak alapján feljelentették a pedofil papot, de az elfogató parancsot a hatóságok csak tavaly adták ki Pérez ellen. A rendőrség idén októberig nem találta az atyát, jól lehet, az továbbra is misézett a helyi templomban. Egy másik Puebla állambeli papot, Nicolás Aguilart egy 10 évvel korábbi erőszakért Los Angelesben jelentette fel áldozata. Kaliforniában ugyanőtt 19 rendbeli gyermekekkel való fajtalankodással is vádolják. A brit katolikus főpapok felháborodott ellentámadásban utasították el a BBC Panorama című műsorát. A vasárnapi program gyermekek szexuális zaklatásában részt vett brit katolikus papokról szólt. A programban kiemelték, hogy az egyházban a legutóbbi időkig érvényes volt egy rendelkezés, amely titoktartásra kötelezte az ilyen ügyek részeseit, beleértve a gyermekáldozatokat is. A rendelkezés betartásának legfőbb felelőse 20 éven át József Ratzinger bíboros, a jelenlegi pápa volt, állította a Szexbűnök és a Vatikán című összeállítás. Szexbűnök! Tehát akkor ismételjük meg, és azért ezt értelmezzük, tehát a katolikus egyház belső szabályzata titoktartásra kötelezte a pedofil bűncselekmények résztvevőit, akár áldozat, akár erőszaktévő, akár azokat, akik erről tudtak. Tehát a katolikus egyház, amelyik Krisztus tanításait értelmezi, Krisztus tanításait bontja ki. Nem, bontja ki, bárcsak értelmezni és kibontja, kisajátítja, várjál, ne, az nem ugyanaz. Nem kisajátítja. De abszolút kisajátítja. Azt mondja, hogy ő az egyetlen út Krisztushoz. Azt állítja, hogy az egyetlen üdvözítő egyház. Kisajátítja. Nem mondjuk azt, hogy ő értelmezi a maga részéről. Nem mondjuk ezt. Tehát a krisztusi tanítás valahogy akkor ezek szerint úgy hangozhatna ma, hogyha téged megerőszakol egy pap, akkor ne menj el rendőrségre, titkolozzál, véletlenül se hozd ezt szóba se szüleidnek, se másnak, ha ne adj Isten. Mert azért Krisztus hálás. És hát az az ember, aki ezt az egész dolgot menedzselte 20 éven keresztül, az ma a Vatikánnak az első embere, az ma a pápa, és körülveszi magát mindenféle homofób állattal, mint ahogy az előző hírből is kiderült. Hát küldjük nekik a következő számot. Meglepetés megjött. Borzalmas sötét középkorban élünk, olyan világban élünk, ahol teljesen elfogadott és teljesen hétköznapi, hogy a Vatikán homoszexualitás ügyi
tanácsadója, vagy felelőse. Pszichoanalitikus ráadásul. Pszichoanalitikus, ostoba, baszott, durva, homofób kijelentésekkel traktál bennünket. De az a döbbenetes, hogy... világban élünk, olyan világban élünk, ahol elfogadható az a katolikus egyház részéről, hogy a papi pedofilia áldozatait hallgatásra kényszeríti. Olyan világban élünk, ahol nem olyan régen volt az egész világot megdöbbentő, meg bejáró hír, amikor Ausztráliában egy iszlám imám arról értekezett, hogy azok a nők, akik hát nem csadorban járnak az utcán, hanem ne adj Isten mondjuk farmerba és vagy egy hosszú szoknyába, azok igenis magukra vonják a férfiaknak a figyelmét, és ne csodálkozzanak, hogyha nem erőszak áldozatai lesznek, hiszen olyanok ők, mint a fedetlen hús a farkasok között, vagy nem is tudom milyen hasonlattal élt. Tehát bárány a farkasok között, és akkor már is Jézusnál tartunk. De alapvetően azt mondta, hogy kötelező vélelemnek kell tekintenie egy nem erőszak esetében, hogy a nő provokált, és egy férfit nem lehet elítélni. Tehát ilyen világban élünk, és az a szörnyű, hogy így bele, most azon gondolkodtam, hogy vajon az iszlámnak vannak a csadorral, a különböző női egyenjogúsággal kapcsolatban durvább és középkori belőírásai, vagy ne adj Isten például a Vatikánnak, amelyik hát például mondjuk az óvszer használat kapcsán elég-elég durva állásponton van még most is. Hosszú évtizedek dogmatikus tiltása után jövőre szigorú feltételekkel ugyan, de megengedni híveinek az óvszerhasználatot a katolikus egyház. Megtette az első lépéseket az óvszerhasználat engedélyezésének irányába a Vatikán, írja a Guardian. A lap értesülései szerint Javier Lozano Barragán, a pápa egészségügyi hivatalát vezető mexikói érsek 200 oldalas jelentése szerint a házasságban élőknek engedélyezni kéne az óvszerhasználatot az AIDS terjedésének megelőzésére. Az új felfogás szerint az AIDS terjedésének megakadályozása az élet védelme, és mint ilyen minden hívő kötelessége. A Guardian értesülései szerint az akár már jövő februárban, a Donum Vitae 20. évfordulóján hatályba lépő új katolikus szabályozás szerint a házaspároknak engedélyeznék az óvszerhasználatot, ha valamelyikük éces. Ha valamelyikük éces? Ha valamelyikük éces és házasok, akkor engedélyeznék nekik az óvszerhasználatot. Hát ez valami döbbenetes. Écesnek kell lenned ahhoz, hogy a pápa azt mondja, hogy amikor dugsz, akkor húzhass a farkadra gumit. Halló, halló! Halló, jó estét kívánok! Jó estét, kicsit halkítom a rádiót. Köszönjük szépen! Ehhez a dologhoz szeretnék egy kicsit hozzászólni. Én azt hiszem, hogy én egy maximálisan elfogadó valaki vagyok, és nem hiszem, hogy ezeket a dolgokat, amiket itt most hallgatok, mert hát ugye én hallgatom ezt a rádiót, feltétlenül magamévá kell tenni. Ugye ez ugye nem feltétel. Minek a feltétele, hogy hallgassak? Hát, hogy nem, de nagyon ajánlott. Hogy mi beszélgetünk? Nem, hogy mi beszélgetünk. Nem feltétel. Nem feltétel. Most én úgy vagyok ezzel a dologgal, és ne haragudjon, én egy megengedő ember vagyok, nem hiszem, hogy bárki bármilyen elgondolást, megfontolást rá kell, hogy erőszakoljon a másikra. Ugye? Már háromszor elmondta, hogy megengedő ember, attól tartok, hogy valami kirekesztő dolgot fog mondani, én attól félek. Nem, én azt mondom, hogy minden szervezetnek vannak bizonyos vitatható ám, de elfogadható szabályai. Ilyen elfogadható szabály például az, hogy az AIDS terjedését úgy akarják megelőzni, hogy akkor engedélyezik a gumiófszert, amikor már az egyik fél éjces. Tehát nem arról van szó, hogy engedélyezik a gumiófszert, hogy ne legyen éjces, Nem, ez egy egészségügyi dolog. Tehát például, ha valaki nem szexuális úton kapja el az AIDS-et, ugye? Ha nem, akkor vérátömlesztéssel mondjuk? Például vérátömlesztéssel, vagy például a szakmája miatt. Mert ugye ilyen úton is el lehet kapni, ha jól értesültem. Jó, igen. Akkor ebben az esetben miért kelljen egy lelkiismeretben szenvedő embert megakadályozni abban, hogy ő ne kapja el az étszet? Tehát miért megvetendő ez? De miért, és ha nem szenved lelkiismeretben, akkor miért kell, miért lenne baj megakadályozni? Akkor az az ő saját dolga, hogy mit tesz. De ha szenved lelkiismeretben, akkor más a helyzet? Nem, bocsássad. Az, hogy önnek mi a véleménye erről a dologról, az nyilvánvaló egy szabad véleménynyilvánítás. De az, akinek ez lelkiismeretben problémát okoz, az ezáltal kap egy feloldozást, nem? Mi okoz lelkiismeretileg problémát? A gumiófszer használata? Tessék? A gumiófszer használata? Nem a gumiófszer használata, hanem az, hogy amikor ő valamilyen betegségben szenved, mégis teljes életet élhessen. Ennek mi köze a lelkiismeretéhez?
Bűntudata van azért, mert teljes életet akar élni betegként? Nem, nem. Nem azért, hanem azért, mert betegséget terjeszthet. Azt mondta, hogy ő nem ért egyet velünk abban, amit mi képviseltünk, ez akkor például igaz arra nem, is, hogy ön egyetért az... Nem, bocsásson meg, a következő, én nem azzal értek feltétlenül egyet, amit most hallottam a katolikus egyház részéről, hanem azt, hogy abban az esetben, ha én nem vagyok egy szervezetnek a tagja, akkor nem feltétlenül kell, hogy egyet értsek avval, ami annak a szervezetnek a vélemény. De ez teljesen világos, és nem is akarjuk senkinek azt mondani, nem, hogy... Ez olybá tűnik, hogy az, aki magáévá teszi ezt a véleményt, az egy... hát, hogy mondjam, ahogy önök mondták, középkori ember. Nem feltétlenül. És miért ne lehetne nekünk akár ez a véleményünk? Lehet, hogy az, aki elfogadja ezeket az utasításokat... Nem. Önnek lehet ez a véleménye. De akinek nem ez a véleménye, az nem biztos, hogy a középkorban él. Tehát lehessen őnek is erről szabad véleménye. Hát azért veszük fel a telefont, amikor hívnak minket, hogy bárki elmondhassa a szabad véleményét. Na de ezzel nincs is semmi baj. De én nem mondtam azt, hogy másnak nem lehet más véleménye. Na jó, de azok a megjegyzések, amik elképzelhető, hogy például sértenek valakit, hát azt talán vissza kéne egy picit fogni. Én nagyon szeretem azok a megjegyzések sértik például a homoszexuálisokat, amit a Vatikán egyházügyi, vagy homoszexuális ügyi... Mondja meg nekem őszintén, a melegek önimádók és manipulátorok. Ez a kijelentés, ami a Vatikán hivatalos álláspontja. Nekünk kéne visszafognunk magunkat? Nem, a stílusban kéne visszafogni időnként. Tehát én azt mondom, ezen lehet vitatkozni. Ezt lehet megérteni, vagy lehet nem megérteni. Ezzel nem vitatkozni lehet, ez elfogadhatatlan. Ön szerint azt meg lehet érteni, hogy a pedofiliás eseteket eltitkolják a közvéleményről? Nem más dolog, a Vatikánról beszélünk. A Vatikánról beszélünk, és Ratzinger püspöknek a tevékenységéről beszélünk. Erről beszélünk. Mivel foglalkozott évtizedeken keresztül? Erről beszélünk. Ratzinger püspökről, igen. Hát beszélhetünk róla. Én az elfogadást akarom csak kihangsúlyozni. Mi nem akarjuk elfogadni a pedofil bűnözésnek az így módon való legalizálását. Nem akarjuk elfogadni azt, hogy emberek... De nem is kell elfogadnia. Hát nem arról volt szó, hogy önnek el kell fogadnia. Nem, hát arról van szó, hogy a pedofiliát üldözni kell, ha nem a római katolikus egyháznak a berkein belül bukkanunk rá. Ez butaság. Hát miről szól az, amit az imént a kollégám felolvasott? Miről szól az a hír, amit az imént bejátszottunk? Úgy veszem észre, hogy nem vedne, hogy nem figyel. Én például egy vallásos ember vagyok, de nem feltétlenül fogadom el ezt a véleményt, holott a római katolikus egyházhoz tartozom. Arról lehet beszélni, hogy az, aki ezen a véleményen van, annak igaza van-e, vagy nincs igaza. De ez természetesen nem egy több milliárd főt vagy hívőt tartalmazó egyháznak a egyetemes véleménye. Ez a vezetőinek bizonyos tekintetben a véleménye. Tehát nyilvánvaló, hogy azon belül is számos olyan kevésbé megengedő és jobban megengedő hívő van, aki nem biztos, hogy ezt egyértelműen a sajátjának tekinti. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta. Mi nem akartunk intoleránsak lenni a katolikus egyházzal kapcsolatban, csak bizonyos dolgokon, amikor azt látjuk, hogy az emberi élet vagy az emberi méltóság sérül, akkor mindenkivel szemben kemények vagyunk. Akár a katolikus egyház, akár bárki más követi. Példát szeretnék mondani. Igen? Van egy olyan felekezet, amelyik nem fogad el vért. Én a szakmámból adódóan nagyon sok ilyen emberrel találkozom. Én ezekkel az emberekkel egyáltalán nem értek egyet, mert hogy én nem vallom ezt a dolgot. Micsodát? Hát az, hogy a vért nem fogad el, ugye? Aha, hát én kénytelen vagyok ebben az esetben viszont tiszteletben tartani ezeknek az embereknek a véleményét. De Jehova tanúi nem fogadnak el vért, ha jól tudom. Én nem akartam most ezt így részletezni. És miért ne? Miért ne veszhetnénk meg őket, hogy ők nem fogadnak el? Hát mert én nem kívántam, de hát ön megnevezheti. Nem, semmi probléma nincs benne, de ugye... De hát miért is lenne önnek problémája azzal, hogy ő mit fogad el és mit nem? Lehet róla véleménye. Nekem speciál az a véleményem arról... Leginkább azért, mert ha én egy műtétet hajtok végre, akkor abban az esetben annak a kockázata is benne van, hogy nekem vért kellene adnom.
Na most viszont, hogyha ő, az ő felfogását tiszteletben tartom, akkor én nem tehetem ezt meg. Tehát, ha valaki nem ért ezzel egyet, akkor maximum odébb áll, és azt mondja, hogy keressenek olyan szakembert, aki így is meg tudja csinálni. Én meg megmondjam, hogy mi a véleményem. Arról az anyáról, aki Jehova tanúja, és a gyereke egy életmentő műtét előtt áll, és meg lehetne menteni az életét, hogyha vért kapna, és ő azt mondja, hogy ne adjanak a gyerekének vért. Hát ezt ön elmondhatja önnek, mi a véleményem. Az a véleményem, hogy az ilyen anya az primitív, és nem alkalmas arra, hogy anya legyen. Ez a véleményem róla. Jó, bizonyára nagyon sok ilyen hívőt sért meg ezzel. Biztos vagyok benne, hogy nem érdekel egyébként, mert ez a véleményem róla is kész. Lehetséges, hogy ezzel megsértem. Az az anya, amelyik feláldozza a gyerekének az életét azért, mert egyszer egy nyakkendő fekete öltönyös ember azt mondta neki, Jack vagy John azt mondta neki, hogy ne fogadjál el vért, mert akkor azzal kiüzetsz a paradicsomból, és ezért végignézi a gyerekének a halálát, arra azt mondom, hogy nem méltó ahhoz, hogy anya legyen. Na de ebben... Ez a véleményem. Ebben ugye én maximum kételkedem, de elfogadom az ő határozatát. De én elfogadom. Mit jelent az, hogy nem fogadom el? Ha nem fogadnám el, az azt jelenti, hogy oda megyek, lepofozom, és azt mondom, hogy én vagyok a gyám, vagy azt hazudom, hogy én vagyok a gyám, adjanak neki vért. Azt jelenteni, hogy nem fogadom el. De én még le se pofozhatom, hanem segítenem kell valamilyen módon. Mert én viszont arra esküdtem meg, hogy életet mentek olyan módon, hogy az ő személyiségi jogait ne sértse. Tehát mit kell tennem? Olyan kollégához kell irányítanom, ahol ez a dolog esetleg mégiscsak az ő felfogása szerint történik. Jó, nem értem én, persze, világos. Nem, én ebben a kérdésben hajthatatlan vagyok. Legyünk, tehát én nem vagyok hajlandó ezt. De persze, mindenkinek joga van azt csinálni, amit akar saját magával. Az a kérdés, hogy azt csinál a gyerekével, amit akar. Nyilvánvaló, hogy manipulálja a gyerekének a tudatát. Nyilvánvaló, hogy manipulálva van az ő tudata is. Nyilvánvaló, hogy azt csinál, amit akar. Saját magára valaki felnőtt ember saját magára rárak egy karszalagot, hogy ne adjanak nekem vért, inkább hagyjanak meghalni. Azt mondom, hogy joga van hozzá, maximum primitív. De hogy a saját gyerekével ezt megcsinálja, az felháborít. Nézze, mi részben egyetértünk, csak az a helyzet, hogy ettől függetlenül nekem segítenem kell az illetőn. Köszönjük. Nem mondhatom azt, hogy nem segítek. Köszönjük szépen, hogy hívott minket. Iszlám hitvita, a mesztelen szex érvénytelenné teszi a házasságot. Életnek-e teljesen ruhátlanul házas életet a párok? Erről lehető legkomolyabban feltett kérdésről váltott ki heves sajtóvitát Kairóban egy tekintélyes iszlám jogtudós. A nemi aktus közbeni teljes mesztelenség érvénytelenné teszi a házasságot, nyilvánította ki ellentmondás nem tűrően egy fatvában Razar Hassan Halil, a híres Al-Azhar Iszlám Egyetem jogi karának volt dékánja. Az egyetem fatvaosztályának vezetője Abdallah Megaver azzal érvelt, az iszlám jog megengedi a házastársaknak, hogy egész idő alatt teljesen mesztelenek legyenek egymás előtt, tekintetüket azonban nem szegezhetik egyenesen a másik nemi szervére. Megaver különösebb részletezés nélkül könnyű ruhadarabok viselését javasolta. Az egyetem iszlám nőtanulmányok karának vezetője Suad Szálek úgy fogalmazott, hogy a házastársak láthatják egymást teljesen mesztelenül, de az semmiképpen sem javasolható, mert nincs összhangban a jó szokásokkal és a proféták példájával. Az iszlám tanulmányok központjának jogtudósa Abdel Muti kereken elutasította Halil fatváját hangoztatva, a házastársak közti nemi aktus közben semmi sem tilos, kivéve a természetellenes erkölcstelenségeket. De ellentétben áll a prófétával, meg ellentétben áll a jó szokással. Mi az, hogy ellentétben áll a prófétával? Én elképzelem Mohamedet, akinek volt vagy 6 felesége, vagy én nem tudom, de hogy még másik 15 szeretője, 35 fős háreme volt, hogy az nem nézett rá direktbe a nemi szervre. Na persze, a próféta az nem a soha, ugyan már. Na jó, persze. És akkor ugyanakkor meg itt van a római katolikus egyház, hogy miket ír a melegekről. A melegek hajlamosak az önimádat területére tévejedve önző célokra visszaélni tisztségükkel. Na hát ilyet a Vatikánban hát soha nem tapasztaltunk. Hát ugyan már, hát a fityma a papoknak a farkán is aranyból van, minden aranyozva van, az egész Vatikán be van aranyozva, de hogy visszaélnének a tisztségükkel, meg hogy ők az önimádatnak a területére tévejednének. Hát az elképzelhetetlen, hát ilyenről még nem is hallottunk a papsággal kapcsolatban.
Mármint a melegek, akik lelkipásztori tevékenységüknek, ma a melegeknek a lelkipásztori tevékenysége kimerül abban, hogy személyek szűk csoportjával veszik körül magukat a csábítás légkörében. És mindez komoly nehézségeket okoz nekik az emberekkel való normális kapcsolattartásban. Tehát arról beszél, hogy ha valaki mondjuk heteroszexuális érdeklődésű, mondjuk egy pap, és érdeklődne bizonyos nők iránt, akkor az nem egy intim kis közösséget varázsol maga köré nőkből, akiket majd ott fogdoshat, meg akiknek a bugyjába nyúlkálhat, de ha meleg, akkor az a csábítás légkörében veszi magát körül, komoly nehézségeket okozva az emberekkel való normális kapcsolattartásban. Tehát konkrétan azt állítja, hogy egy heteroszexuálisnak a figyelmét, a vagina, az nem vonja el Krisztusról, viszont egy homoszexuálisnak, a homoszexuális papnak a figyelmét a pénisz, az elvonja Krisztusról. Erről beszél, és ez az ember azt állítja magáról, hogy ő egy pszichoanalitikus. Ez az ember egy pszichoanalitikus. Tehát kíváncsi vagyok, hogy Freud, aki kitalálta a pszichoanalízist, ha ezt hallaná, ezt a tömény baromságot, mit szólna hozzá? Nem értem, hogy mit jelent az ma már, hogy valaki pszichoanalitikus. Erre való hivatkozása egyébként az az érdekes, hogy régen a pszichoanalitikusok a papok voltak. Később aztán Freud alapított egy új egyházat, ezt így úgy hívják, hogy pszichoanalízis, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ezt a modern ateista lélekgyógyászatot ő találta ki, és akkor ennek a nyomán meg létrejött a pszichológusoknak és a pszichiátereknek ez az új papsága, ahogy nevezhetjük, ami az orvoslásnak meg a lélekgyógyászatnak van valahol a határmesdjéjén, és ami pedig mindent visz, az a sor, ami mindent visz, az, hogyha pap vagyok és pszichoanalitikus. Tehát akkor aztán tényleg megmondhatom. Na ebben a konkrét esetben erről van szó. Mi az ajánlás, amit a Vatikán a helyi egyházmegyéknek ajánl a homoszexuális növendékekkel, pap növendékekkel kapcsolatban? Ezt azért hallgassátok meg. A tévejgő pap növendékek kiszűrése céljából a jezsuita, mármint a római katolikus egyház pszichoanalitikusa, ő a jezsuita, azt javasolja, hogy különösen árgus szemmel figyeljék azokat a jelölteket, akiknek nehézségeik voltak az apjukkal való azonosulásban. Na ugye, ha nehézséged van az apáddal való azonosulásban, akkor vigyázz, mert téged, a feletteseid, téged a atyák, azok árgus szemekkel fognak figyelni, gyanakodva arra, hogy buzi vagy. Mikor kell még vigyáznod? Ha hajlamos vagy az elkülönülésre, mondjuk félénk vagy ilyesmi, vonakodsz kérdéseket feltenni magadnak. Gyanús. Ha tagadod a szexuális kérdések problémáját, tagadod azt, hogy a szexuális kérdések azok problematikusak, akkor feltehetően buzi vagy a római katolikus egyház szerint. Hajlamos vagy eszményíteni önmagadat. Meleg vagy, kész, ez egyértelmű. Különbséget teszel szavak és tettek között. Ez szerint mindenképp mutató buzi. Ez viszont azt jelenti, hogy a római katolikus egyház körében igen széles körű a homoszexualitás, mert hogy ő rajtuk aztán tényleg azt látom, hogy folyamatosan mit is, hát maximum szódavizet prédikálnak, és közben meg folyik ki orrukon, szájukon a viszki. Tehát azt látom rajtuk konkrétan, hogy miközben a megbocsájtásról meg a szeretetről beszélnek, lépten nyomon fegyvereket áldanak meg. Hát ez a történet során oly sokszor történt már meg. Mi az, hogy megáldanak? Sokszor hadjáratokat indítanak, emlékszünk a keresztes háborúkra. Aztán van itt még. Begubózol egy képzelt és narcisztikus szexualitásba. Buzi vagy. Vagy, mit mond a Vatikán, ki még a buzi? Gyermek vagy serdülőkorodban voltak szexuális tapasztalataid saját nembelivel, és most hajlamos vagy elbagatelizálni azt. Pornográf honlapokat látogatsz az interneten, kézbúzi vagy, tök mindegy, hogy meleg honlapokat látogatsz, vagy hetero honlapokat látogatsz. Bűntudatod és kisebb rendűségi érzésed van. Folyton másokra panaszkodsz, vagy áldozatnak tekinted magad, vagy áldozatnak tünteted fel magad. Ez azt jelenti, hogy ha te önsajnáló vagy, akkor feltehetően homoszexuális vagy. Ne nagyon menjél papnak, mert ott árgus szemekkel fognak téged figyelni. Árgus szemekkel. A szerző végkövetkeztetése, hogy egy homoszexuálisból soha nem lehet jó pap, mert jelképesen sem testesíti meg a házastársat és a lelki atyát. Mondjuk a házastársat amúgy is csak jelképesen testesítheted meg, és az a kérdés, hogy van-e kedved hozzá, hogy jelképesen megtestesíti, de ilyen módon nincsen módot sem, lehetőséget sem. Különben a katolikus egyháznak olyan hihetetlenül rossz véleménye van a saját papjairól és a saját papságáról. Hát lebuziszta konkrétan az egész komplet gyülekezetet. Nem is csak azért, hanem hát ugye alapvetően nem engedi azt, hogy együtt éljenek mondjuk férfiak és nők, mert nem tudja feltételezni az önmegtartóztatást, mondjuk, hogy arra képesek lennének. Nem engedi emiatt többek között a mondjuk az örökbefogadás sem, pedig
egészen simán, mondjuk ezek jó egzisztenciájú emberek azért általában. Mint a papok. Mint a papok, egészen nyugodtan fogadhatnának örökbe gyereket, tehát hogy valami családot egészen nyugodtan engedhetne nekik, de semmit nem enged a katolikus egyház. Tehát akinek szerintem egyik hallgató ugye kikérte azt, hogy nekünk rossz véleményünk van a katolikus egyházról, és hogy mi negatív kritikát fogalmazunk meg. Ezzel szemben hát a katolikus egyház maga is igen kritikus nálunknál, talán jóval kritikusabb a maga papjaival, mert én például azt gondolom, hogy a papok egy nagyon jelentős része igenis alkalmas lenne arra, hogy gyereket neveljen fel, igenis alkalmas lenne arra, hogy például egy árvaházból örökbe fogadjon valakit, akinek nincsen édesapja, meg édesanyja. Annak a gyereknek örökölni is kéne. És akkor mit örökölne? Majd a pápa vagyonát majd elviszi? Na nem má! Na már hol élsz? Majd biztos kihúzza Ratzinger alól azt a rengeteg sok aranykincset. Megképzeld el, hogyha esetleg az egyik ilyen gyerek meleg lenne. Na jó, ne. Ezt el se képzeljük. Itt vannak az SMS-ek, és akkor föl is olvasok egy jó párat, mert ilyetetlen restanciánk van. Sziasztok! Robi, minden szavaddal egyetértek. Hihetetlenül bátor kijelentéseket tettél? Igazi hívők nem, csak a hívek sértődhetnek meg ezen, és az egyház, írja öreg Bicsuhanc. Én akkor is pap leszek, a kurva... Na jó, ne, Istent ne káromoljunk már, ha egy mód van rá, mert az aztán tényleg sértheti a hívőket. Sziasztok, toljátok be a Secretmentől a Buzi Evagy című számot, az most pont ide illik, írja Laca. Nem tehetjük, tehát nem akarunk ORTT és büntetést, tehát hogy itt, ha akarjátok a műsort, akkor ne kérjetek tőlünk ilyeneket. Érdekel, hogy mit tanít az iga a szexualitásról? Kérdezi az SMS író. Igen, atyám, érdekel, hogy mit tanít az iga a szexualitásról, kérlek, írd meg nekünk. Mert nem minden pap pedofil és vagy homoszexuális. Miért mondtunk ilyet, hogy minden pap pedofil vagy homoszexuális? Nem tudom. Ha ilyet mondtunk, akkor biztos, hogy nagyon nagy állatok vagyunk. El ne higgyétek nekünk, ha ilyen fasságot hallotok tőlünk. Szóval, sziasztok! Mindenki abban hisz, amiben akar, és ehhez nem kell sem templom, sem egyház. Aki viszont ilyen egyházhoz akar tartozni, az képmutató farizeus. Hangzott az SMS. Lizi írja. Tudok olyanról, aki lemondott koraszülött gyerekéről csak azért, mert a baba vért kapott. Haza se vitte a kórházból. Nem anya, aki képes elhagyni a gyerekét. Jó, hát szörnyű egyébként, hogy mikkel tudják a jehovisták kimosni a hívek agyát. Brutális. Sziasztok! Robi, ne általánosíts, te se! Akkor, amikor a papságról vagy a keresztényekről beszélsz, saját csapdádba esel. Nem állítottam a papságról semmit. Nem állítottam a keresztényekről semmit, amit mondtam, azt a Vatikánról mondtam, és Ratzingerről mondtam. Nem a keresztényekről, nem a papságról. Figyeljetek! Attól, mert valami hit vagy vallás, bőven lehet a legnagyobb baromság, mint látjuk, sokszor az is, mondja Judit. Az lehet, de bármekkora baromság képes arra, hogy megváltson téged. Erre pedig tapasztalatok vonatkoznak. Tehát azért sok mindenben hisznek emberek, amivel te akár nem értesz egyet, vagy akár én másképp gondolom, de látom az arcukon azt, hogy kegyelmi állapotban vannak. A hit az csodákra képes, sőt, egyedül a hit képes csodákra. Ratzinger bíboros, nem pedig püspök, írja az SMS író. De Ratzinger püspök, Róma első püspöke, azt mondják a pápára, hogy ő Róma püspöke, ő a római katolikus egyháznak az első püspöke, és emellett pedig a bíboros is püspök. Mert hogy a püspök az, tehát a bíboros az a püspökségnek egy magasabb szintje, de attól még püspök. Tehát és pap is, tehát a Ratzinger az pap is. Persze, tehát az egyházmegye rendszer az úgy néz ki, hogy te püspök vagy, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a rang, ez a püspök, ez jelenti az érseket is, a bíborost is, meg a pápát is, ez mind püspök. Ez mind püspök. És Róma püspöke a pápa. Hogy? És pap. Mind pap. Persze, pap. Sziasztok, én elsősorban vagyok antiklerikális, és csak azután ateista, írja öreg Bicsuhanc. Az egyházak dogmáikkal csak szenvedést hoztak az emberiségre. Hát nem kéne összekeverni az egyházat meg a vallást. Nem kéne összekeverni Krisztust meg Ratzingert. Ez a lényeg. Szerintem ez a fontos. Hogyha erre képesek vagyunk, akkor az első lépést már megtettük. Szevasztok, a Hídgyülit és a szientológusokat mikor tűzitek napirendre? Bármikor egyébként van rajtuk mit, főleg Németh Sándor, hogyha nézem vasárnap délelőttönként, hogy milyen hülyeségeket tud mondani ez az ember, hát döbbenetes. A szientológusokkal kapcsolatban meg csak annyit, hogy a Európa egyik legliberálisabb törvénykezési országában, Németországban például konkrétan betiltották őket, tehát az ilyen vallásnak láttatott, tudományosan megalapozni láttatott gengszterizmus, vagy pénzmosás, vagy pilótajáték, az én számomra mindig is gusztustalannak tűnt fel. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, szientológia kapcsán.
SMS-eket mondjad. nem nyilatkozolni. Nem is, hogy mit lehet ehhez hozzátenni, hát borzalmas dolog ez az egész szientológia, de... Rossz fej írja. Néhány kérdés. Vajon a melegek többsége áll papnak, vagy a papok többsége meleg? Egyik sem igaz. Két hülyeség közül kéne választanom, nem vagyok képes rá. Vajon a gyermek megrontási Jézusi áldás, vagy a gyermek Jézus áldásos megrontó, kérdezi rossz fej. Akkora hülyeségeket írsz, hogy egyszerűen nyilatkozni sem tudok ebben az ügyben. Nem vagyok elég felkészült, úgy érzem. Sziasztok! Igazából meglepődni sem kell a papokon. Már lehet azt mondani, hogy mindennapos dolog. Ha valakit, hát az ilyen papokat nyugodtan meg lehetne akár kövezni. Gusztustalan. És még mindig a kereszténység a legnépszerűbb vallás. Isten nevében mindent lehet? Jaj, kedves M. Nehogy már Krisztust hozd be a képbe. Nehogy már a kereszténységre vonatkozóan vonjál le következtetéseket. Kereszténység az annyit jelent, mint Krisztust követni. Krisztust követni az úgy gondolom, hogy az egyik legjobb dolog, amit az életeddel tehetsz. Szerintem a kereszténység az egy alapvetően egy hatalmas tan. Tehát szerintem ne a kereszténységre vonatkoztassuk ezt. Azt, amit Ratzinger csinál, vagy azt, amit a római katolikus egyház csinál. Ennek semmi köze Jézushoz. Ők Jézus nevében követik el a saját gengszerizmusaikat, halmoznak föl aranykincseket, meg tiltanak el tőled tiltanak el téged attól, hogy kis gumifityegőt húzzál a farkadra, mielőtt duksz. De én arra vagyok kíváncsi, hogy ők ezt honnan veszik. Ők nem azt mondják, hogy ők egy társadalmi szervezet, akiknek véleményük van egy csomó kérdésről, és egyébként Jézus Krisztust ők egy ilyen fontos nagy embernek tartják, és gyakran hivatkoznak rá. Nem ezt mondják. Ők nem ezt tartják. Ők azt mondják, hogy ők Krisztus egyháza. Ők Krisztus közvetítői. Ők Krisztus kizárólagos közvetítői. A pápa azt mondja magára, hogy ő Krisztus földi helytartója. Tehát ezt állítja. És akkor azt mondja, hogy ne húzzál a farkadra gumit. De arra vagyok kíváncsi, hogy Krisztus hol mondott ilyet? Mikor mondott Jézus ilyet? Mikor? Volt erről szó? Nem volt szó róla. Akkor most milyen alapon mondja azt az egyház, hogy te mit csinálj a farkaddal, vagy mit nem, meg különben is, hogy kerül a hálószobába? De ez nem csak a római katolikus egyházra vonatkozik, hanem az iszlámra is vonatkozik, mert itt volt egy bejátszó, ami arra vonatkozott, hogy az ágyban tilos a szemedet rászegezni a másik nemi szervére, meg ilyenek. Na jó, nevetséges. A legnagyobbak vagytok, előre az álszent képmutató öntelt hatalmak ellen, írja Judit. Hát köszönjük szépen. Aztán van itt még egy néhány, de nem is olyan sok. Ez nem hír, már mint amit bejátszottunk, írja az SMS író. Hiszen minden szférában léteznek beteg emberek. Agybetegek. De nem külön bassz se, aki elfogadja, illetve publikálja azokat. Ki fogadja el? Nem tudom. Na, mutassatok ilyet is. Azon kívül a római katolikus egyházon kívül, amelyik a pedofil, saját pedofil papjainak a szennyesét mossa. Sziasztok! Ezt a kereszténységet, mint ideológiát az őskereszténység hitének kisajátításával máig is használják az egyházak céljaik eléréséhez. Öreg Bicsuhanc írta. Ő írta azt is, hogy sziasztok, gyakorlat teszi a mestert, avagy bort isznak és vizet prédikálnak. Na most az a helyzet, hogy én szerintem a kereszténység, csak most egészen rövid legyek ezzel kapcsolatban, valahol Pálnál csúszott félre. Tehát én legalábbis a magam meggyőződése szerint az evangéliumokból, meg azt hiszem, hogy van számos apokrif evangélium, amire az egyház azt mondta, hogy na azt nem, azokból próbálok Krisztussal kapcsolatban tudomást szerezni, amit Pál csinált, amit Pál előadott, aki egyébként életében nem is ismerte Jézust, nem volt valami víziója, vagy valamit nem tudom én, behaluzott, és akkor utána meg azt állította, hogy az Jézus volt, és onnantól kezdve meg ő találta ki gyakorlatilag az egész kereszténységet. Tehát a mai kereszténység, amit ma kereszténységnek tartunk, az sokkal inkább találta ki Pál, mint találta ki Jézus. Most én azt gondolom, hogy a krisztusi alapokhoz kéne visszatérni, ehhez lehet, hogy némely apokrifokat is elő kéne ásni, és olyankor lehet, hogy Ratzinger összevonja a szemöldökét, de szerintem ezt titeket ne zavarjon. És van egy telefonálunk. Halló, halló! Szevasztok, Csaba vagyok megint. Na, itt hallgatom, nagyon érdekes. Én születésem után engem evangélikusnak kereszteltek, és azóta nagyjából vallásosnak mondhatom magam, 39 éves vagyok. 10 éves koromban nem nagyon törődtem az egészen, nem kaptam vallásos nevelést. Aztán egyre inkább kezdtem, szimpatikusnak tartottam, amit a Vojtila bácsi csinált itt a katolikusokkal. Uh-huh. Ezt a fajta keménységet, tudod, hogy már a jó értelembe vett keménységet, hogy valahogy erősen ragaszkodunk a hagyományokhoz. Igenis, kimondjuk, ahogy gondoljuk. De azt is... kiröhögnek,
akkor is tartjuk. Ugyanakkor most azt mondom ez a mostanihoz, hogy egy először fölröhögtem a vita közben, az előző betelefonált mondja ezt a lelkiismeretbe szenvedést. Hát szerintem valószínűleg most a katolikus egyház szenved lelkiismeretben. Ez egy vicces dolog. Mert közben eszembe jutott a Hofinak a vicce, ismered az akváriumos. Mesélj. Hogy lehetne kiszűrni a homokos partnerendékeket? Hát az egy rendőrvicc volt eredetileg. Meséld el nekünk, kérlek. Jó, egy rendőrvicc volt, hogy a rendőr olvas egy könyvet, felirat logika. Kérdezi a haver, hát az meg mi? Hát ez logika, na figyelj, elmondom. Hát van akváriumotok? Van. Hát akkor szereted a halakat? Igen, igen, hát persze. Aki halakat szeret, lehet, hogy petázni is szeret, mert meg is eted mondjuk, mert nézegeted. Igen, igen. De aki petázik, azt szereti esetleg sütögetni, főzögetni. Jó kis lakom, a bor, csajok, ugye? Hát persze, így van. De akkor látod, te nem vagy buzi. Ez a logika, ilyen következtetések sorozata. Hú, ez marha jó, rohan a harmadik rendőrhöz, a frissen kitanult. Mondja, na, tudod mi az a logika? Nem. Na, figyelj, van akváriumod? Nincs, akkor te buzi vagy. Hát igen, a Vatikánban is kísérleteznek ezzel. Lehet, hogy nem csak a rendőröknek megy ez jól. És én azt nem értem, mert itt volt ez a Wojtyla vonulat. Én a 30-as éveimben, amikor láttam a Wojtylának, a Másik János Pálnak a manővereit, a megnyilvánulásait, kezdtem egyre jobban neki is drukkolni, meg a katolikus egyháznak is, és most úgy látom, hogy egyfolytában rugdossák a PR öngólokat maguknak. Jó, hát abszolút, de hát már amit a Ratzinger legutóbb megcsinált, amikor előadta azt, hogy az iszlám az milyen brutális és intoleráns. De hogy... sorozatban, tehát nem volt neki elég az, akkor az iszlámot valahogy megfogták, összeült valamelyik iszlám vezetővel, ott megegyeztek, pipáztak, tudod, és akkor végül azt úgy tűnik elbaronálták, de hát biztos maradt azért feszültség. Szóval egy-két kis bombát azért majd köszönhetünk annak is, és akkor ez alig múlt el ez az egész vihar, erre bedobja ezt. Most. Jó, de azért a Második János Pállal kapcsolatban azért annyit érdemes elmondani, hogy egyrészt egy nagy reformpápa, például mondjuk a zsidó keresztény kibékülés, meg egyáltalán ennek a helyzetnek a tisztázásába, akár a politikai nyitás tisztázásába, ugye Kuba, a sok utazása, többi más részről, meg azokban a kérdésekben, amikről mi most itt beszéltünk, tehát konkrétan a papi pedofilia eltitkolása, az óvszer használat, ezekben az ügyekben... Vagy például, hogy említsek egy másikat, ami szintén nagyon nagy botrány, hogy egy apáca mondjuk, akit megerőszakolnak, meg kell, hogy szülje a gyereket. Ja, igen. Tehát, hogy ezekben a kérdésekben Második János Pál pont ugyanolyan unkonzervatív volt, mint amilyen Ratzinger. Ja, nem véletlenül vette maga mellé Ratzinger püspököt. Kettős nagyon az a szerep, amit Második János betölt. Igen, hogy emlékszem, voltak akkor is ezek az óvszerviták, meg a abortusz körüli kalandok nagyon erősen. Tehát igen, és ő a legkeményebb álláspontra helyezkedett Második János Pál, akár celibátus kérdésében, akár óvszer használat kérdésében. Tehát sokan azt olvastam, hogy egyáltalán az enyhülésnek a lehetősége az... mondjuk, hogy például mondjuk ilyen nagyon extrém esetekben engedélyezik az óvszer használatot, ehhez már Második János Pálnak el kellett mennie, el kellett távoznia, hogy ilyen típusú változások beérjenek a katolikus egyházba. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy telefonáltál és hívtál bennünket, meg a Hofi viccér meg külön. Hello, van itt néhány SMS. Noszfer írja, Robi, ha tényleg olyan hülyeség, miért olvastad be? Ó, hát annyi mindent beolvasunk mi. Pontosan erről szól a Szólásszabadság intézménye, tudjátok. Sziasztok! A cölibátus és a gyermektelenség azért kell, hogy a pap vagyona visszaszálljon az egyházra a pap halálakor. Semmi köze az erényes élethez. Vágom. Tudjuk, hogy így van. Engem anyám nem keresztelt meg, mert úgy akarta, hogy majd én eldöntöm, hogy miben hiszek. Azóta sem tartozom sehová. Hiszek magamban és a Budapest Rádióban. Jó, ez nagyon kemény jelentés volt. És már kurva sok gumit elhasználtam, és még sokat fogok. Hajrá, fiúk, írja M. Én pedig nem használok gumit, kedvesem, pedig nekem is szabad lenne, mert nekem sem mondja el meg a pápa, és nem a pápa kedvéért nem használok, hanem a gumi miatt. Nem hiszek abban, hogy gumival elképzelhető minőségi szex. Az írás szerint Ádám két fiút nemzett, akkor hogy lett a többi ember? Micsoda? Az írás szerint Ádám két fiút nemzett, akkor hogy lett a többi ember?
ugye Káin és Ábelről van szó, ez Káin és Ábel története. Az a sztori, hogy Káin és Ábelt nemzette, ez volt az eleje a sztorinak, de azután, hogy Káin megölte Ábelt, és utána az Úr elűzte Káint, és Káin pedig elfajzott, tehát hogy ő neki a vérvonala nem maradt fenn, utána Ádámnak és Évának egyébként lettek még gyerekei. Aztán persze, hogy azok a gyerekek, akik egyébként testvérek voltak, mit csináltak egymással, mit üzekedtek, arról már nem szól a fáma, de azért sejthetjük. Mondjuk így, ahogy magamra nézek, úgy látom, hogy üzekedtek. Így elnézek így magam körül, és látom, hogy annyi ember van. Tudjátok, hogy a reklámjaitok közt Híd Gyüli is van? Írja. Mármint a Hetek. Tudjuk. Hetek újság. Ez a Hetek újság, ez a Híd Gyüli újsága. Hát igen, kereskedelmi médium vagyunk. De mi örülnénk annak, hogyha a katolikus egyház reklámozna az új élet. Mondjuk lehetőleg ne a homofób nézeteiket, de van egy csomó dolog, amit egészen nyugodtan és örömmel mi magunk is támogatnánk, például mondjuk karitatív tevékenységet. Mi örülnénk, ha a homofób nézeteiket hirdetnék, mert akkor azt mi kommentálnánk, és ez nekünk kenyér keresetet. De azokat hirdetik. De egyébként hirdetik, és csak nem nálunk. Mi meg bejátszunk. Hát nincs belőle pénzünk. Hát bejátszunk, csak hát éppen pénzünk nincs belőle. Hát ezt tudjuk. De hát ez már csak így van. Ádám héberül embert jelent, írja az SMS író, megalapozva lexikális tudásával mindazt a témát, amiről beszéltünk. Egyébként maga Ádám úgy merül fel elsősorban, hogy amikor fölteszed a kérdést arra vonatkozóan, hogy áde az Úr életet az embernek, akkor arra az a válasz, hogy Ádám. Van egy telefonunk, haló, haló. Sziasztok, jó estét, le a kalappal, srácok, ez egy bevállaltatok ennyire, ki mondtátok így az éterben, így nem tudom, én nem tudok még róla, hogy valaki ezt megtette volna, hogy a kereszténység nem egyenlő figuran aláhúzva felkiálta el a római katolikus vallással, vagy mert nem is hitet mondok, mert az a vallás és a hit szerintem teljesen eltérő dolog, és hát többet kéne ezzel foglalkozni, és így rávilágítani ezekre a tényekre. Mondjuk annyi igaz, hogy kicsit hogyha finomabban megfogalmazás, tehát sokkal inkább tényszerűbb, akkor talán így első kapásból az ember. De én ezt tökre nem értem, hogy mindenki a stílus kéri rajtunk számon, amikor arról van szó, hogy kommentálunk egy olyan hírt, amelyik arról szól, hogy a római katolikus egyház bűnöző pedofil papokat rejteget. Nem, most komolyan, nekem kell szofisztikálnom a stílusomat. Nekem kell vigyáznom arra, hogy erről hogy beszélek. Amikor bűncselekmény történik, amikor veszélyes szexuális ragadozó, mert nekem, érted, én tökre egyetértek azzal, akik azt mondják, hogy pedofilok mindenhol vannak, a sakszakkörbe, a katolikus egyházba és a bélyeggyűjtők között is. Viszont, de mindig lesznek, mert az emberi természet ilyen. Viszont én nagyon kiakadok akkor, hogyha a sakszakkör vagy a bélyeggyűjtők elkezdik rejtögetni a maguk pedofilját. És ugyanígy kiakadok én azon, amikor ezt a katolikus egyház csinálja. Főleg, amikor a katolikus egyház csinálja, mert ők ráadásul olyan képmutatóak, hogy közben meg leíratokat közölnek az egyházmegyéikkel, miszerint a melegek önimádok és manipulátorok, és felhívják a figyelmüket, hogy a melegeket árgus szemekkel figyeljék, és ügyeljenek arra, hogy ezeket a melegeket ki tudják szűrni a soraikból, gyakorlatilag ilyen besúgó rendszereket akarnak kiépíteni, ahol mindenkit feljelentenek, aki narcisztikus, aki pornószájtokat, nézeget, az gyanús vagy homoszexuális, hát nevetséges. Teljesen helyvaló ez a, hogy mondjam, ez a felháborodás, ami bennetek van, mert ez, szerintem minden jó érzésű emberben ez benne kéne, hogy legyen. Csak ez egy fórum, ez egy olyan műsor, jó a ti műsorotok, hogy nagyon sok ember hallgatja, és remélem, hogy nagyon sok ember ezáltal vélemény formál. Hogyha egy picit ez hogy mondjam, nyugodtabb hangvételbe történik, akkor lehet, hogy még több ember formál szerint jó véleményt. De mi most gondolod, hogy emberek azért, mert mondjuk fel vagyunk háborodva, és ezt nem titkoljuk, felháborodottan kommunikáljuk azt, hogy elfogadhatatlan, ami történik, papi pedofília, homoszexualitás vagy óvszer kérdésében, ezért az emberek azt mondják, hogy ja, hát akkor inkább ők nem is azonosulnak ezzel az állásponttal, legyen minden ugyanúgy, ahogy eddig. Akkor én is finomítom mondani valamit, ezzel azt mondom, hogy tök jó, hogy nagyon sok témát és nagyon sok hírt és nagyon sok ilyen nagyon-nagyon jó témát fel tudok ezzel dolgozni, de azáltal, hogy ilyen nagy garral, tehát hatalmas lendülettel mentek ennek neki, pont az ilyen pici részletek lehet, hogy így több kifejtést igényelnének. Hát nagyon szépen köszönjük, majd akkor igyekszünk visszafogottabbak lenni. Még egy 3,5 mesét. Te majd igyekszel, én nem, a magam részéről nem, bocsi. De egyébként a másik az, hogy a homoszexuálással kapcsolatosan, itt is pro és kontra érvek, annyi, hogy mennyire természetes ez?
és akkor így minden megmérez, mert ha már ős kereszténységet is beveszünk, amit szerintem mindenki így tud, mert aki utána olvas, az tudja, hogy magyaroknak is már megvolt ez a vallása, annak előtte, hogy ezt a római katolikus vallást felvették volna, mint kereszténységet hívtak akkor, de ugye az volt itt a magyarságnak is, a magyarságon belül, hogy az jó, az helyén való, ami természetes. És ezzel minden kérdést nagyon-nagyon gyorsan, rövid lehet zárni. Hát szerintem nekem semmi közöm ahhoz, hogy a szomszédom az természetesen éle vagy sem. Tehát, ha ő nem él természetesen, és mondjuk adalékanyagokat eszik az ételébe, mint mi mindnyájan, vagy mondjuk valami olyasmit csinál, amit én nem a természetről gondolok, egyébként így csöndben súgom meg neked, hogy a homoszexualitás az a természetben is jelen van. A homoszexualitás az jelen van az állatvilágban is, igen. Akkor megjelenni vissza, meg ilyen nyugodtabb válasz, hogy jelen van, de nézd meg a körülményeit. Akkor, hogyha nincs, mit tudom én, ímből vagy nősténből elegendő, akkor vannak olyan fajok, amik képesek reprodukálni a másik nemet, illetve... Hát azt hiszem, hogy a papi berkek azok, ahol nőkből nincsen olyan sok. De nem normális. Tehát innentől kezdve... Nem, mi a normális és mi nem normális, érted? Azt, hogy mi a norma, azt értelmezd a saját életedre, ne a szomszédodéra. Szerintem ez az alap. Szerintem ez mindennek az alapja. És innentől kezdve beszélhetünk, tehát ez az alap. Esetleg majd SMS-be elküldök egy nagyon jó kis könyvet, ami az így összeszedi ezt a régi tételeket, amik mai napra is értelmezhetőek. Mindent lehet, addig, amíg másnak nem vagy a kárára, a terhére. Így van, ebben egyetértünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Én köszönöm, sziasztok, jó műsor. Kösz szépen, kaptunk egy zseniális SMS-t. Jobb lenne, ha Izraelbe takarodnátok. Gyűlölködők vagytok? Ez a véleményem, írja a lóarc. Drága lóarc, maradunk. Minden antiszemita barma a világnak az egyesüljön a mi SMS falunkon, na jó? Szörnyű primitív emberek vannak, komolyan. De és a katolikus egyházat kárhoztatjuk, pedig még annyi primitív ember van köztük, őket is lehetne például lóarcot.